Szervusztok! Április 23-a van, délután fél három környékén, vasárnap délután fél három környékén, és ismét szeretnék nektek néhány gondolatot elmondani, amely téma az elmúlt egy-két nap nagyon felfokozottá vált Magyarországon, de talán egy kicsit másképpen mondanék róla egy pár mondatot. A mai adásom egyben egy teszt is. Nagyon sokan írjátok az elmúlt két-három hétben, hogy az adások, amiket a stúdiómból, a saját irodámban és otthon a kialakító stúdiómból adok nektek naponta, az újabban erősen akadozik. Én nem szerettem igazából az ilyen rémtetteket, vagy pedig nem tudom én az ilyen előzetes elképzeléseket, amikor az ember mindenben valami más lát bele. De hát az élet úgy alakul, hogy valószínűleg a nyáron több hónapon keresztül külföldről fogok dolgozni. Külföldön van egy fontos feladatom, és most ezt a hétvégét arra is kihasználtam, hogy a külföldi munkájában is kialakítottam ugyanazt a stúdiót, mint otthon. Kicsit kíváncsi vagyok ebben a bejelentkezéssel, hogy az akadozásra most is sor kerül-e. Most is, ahol az internet kapcsolatot talán nem lehet olyan egyszerűen befolyásolni, az Orbáni rendszer által felvásárolt Vodafone-ban, vagy a magyarországi szolgáltatóknál, itt talán a beavatkozás egy kicsit nehezebb, és ugye az egész egyébként a interneten, a weboldalakon zajlik, tehát itt ez egy kicsit bonyolultabb lenne. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez az adás most szintén akadozni fog-e, mint az elmúlt két hét minden adása, vagy pedig simán eljut hozzátok. A gondolat, aminek a címet adtam, az a legkomolyabban gondolom. Orbán Viktor az elmúlt években szinte kizárólag a sajátjaként kezelte a nemzeti vagyont is, de a sajátjaként kezeli azt a vagyont is, amit az embereknek úgymond jóléti szolgáltatásként a magyar állam nyújt. Sajátjaként kezeli, de soha nem a sajátjából, tehát nem a nemzeti vagyonból, nem a költségvetésből ad szociális juttatásokat az embereknek, hanem mielőtt valakinél eldönti, hogy egy nagy széles társadalmi csoportot a magyar propagandájával, a NER propagandájával megtéveszt, azelőtt meghozza azt a hozzá szükséges rendelkezést, hogy kifoszt másokat, megszabadít másokat a tulajdonuktól, amelyet semmilyen jog, nemzeti jog, nemzetközi jog nem engedne meg. Na de hát ez nem tartja vissza az Orbáni rendszert. Meg kell mondanom, hogy az elmúlt évtizedben hasonló tevékenységé miatt 100 és 100 milliárd forintnyi közpénzből fizetett már az Orbáni rendszer kártérítést nagy nemzetközi cégeknek, mert a jog ezt a megoldást nem teszi lehetővé. A legújabb förmedvénye ennek az kötelező a nagy élelmiszerláncok számára az elmúlt héten beharangozott és valahol legkésőbb július 1-én részleteiben bevezetett kötelező, kizárólag a nagy élelmiszerláncok, azaz a nem a NER-hez tartozó élelmiszerláncok számára előírt úgynevezett kötelező heti akció sorozat. Önmagában a nemzetközi jog és a legtöbb fejlett ország is, bár nagyon ritkán alkalmazza a piacgazdaságban, majdnem úgy, hogy azt mondom, hogy évtizedeken keresztül nem alkalmazza, de a jogszabályaiban benne van például az ársapka. Ezt annak idején elmondtam, az árban lehet valamit maximálni. Ez azért van, mert az élet hozhat olyan területet, hozhat olyan helyzetet, amikor erre a társadalomnak nagyon széles körében szükség van. Ez azonban, ha maximálom az árat, annak két lehetősége van. Az egyik lehetőség az arról szól, hogy maximálom, ha te bármilyen üzleti érdek miatt ezt az árut forgalmazni akarod, akkor orgalmazhatod, de maximum ezen az áron. Ennél olcsóbban teheted, de drágában nem. Hát ez lenne mondjuk alapjában egy ársapka. Ugyanakkor arról szó sem lehet, hogyha te ezt kötelezően kell neked tenni, arról szó sem lehet ebben a megoldásban, ebben az egyes verzióban. Ez azt jelenti, ha te így is látsz benne üzleti értéket, akkor teheted, de maximum ezen az áron.
A másik verzió, amikor a állam azt mondja, hogy közérdekből, hogy ezt az árucikket ezen az áron kell adni, akkor is, ha többe kerül. Akkor is, ha többe kerül. Ez ugye nem jelenthet mást. Egyszerűen nem jelenthet mást, hogyha ezt nekem árulnom kell. Akkor is, ha többé szereztem be, az azt jelenti, hogy ez az én tulajdonom volt az áru, és valaki beavatkozik a rendszerbe, hogy kötelező, számomra kötelező módon veszteséggel a vagyonomból adjak át. Na, ezt nem lehet. Ez sem a magyar jog, nemzeti jog nem engedi meg, sem a nemzetközi jog. Éppen most fut alul a képernyőn, folyamatosan futtattam nektek, hogy Magyarország alaptörvényének 13. cikke is kimondja, megpróbálom most egy picit lassabbra venni a saját mondataimat, a szöveg ezért lassabban fut, egész egyértelműen kimondja, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételes esetben, és természetesen közérdekből. Ez elméletileg fönnállhat, amikor rettenetesen megfutnak az élelmiszer árak, tehát kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott módon, tehát rendelettel nem lehet, még kivételes időszakban sem, mert nem ad rá az alaptörvény szabályt, hogy akkor előbb változtass meg az alapszörvény, tehát törvényben meghatározott esetekben és módon, és most jön a leglényegesebb rész, amit Orbán Viktor és a NER csapata mindig kifelejt. De nem kifelejt, hanem ez egy bűnszervezet működésében működik, de nyilvánvalóan jó rogsértő, tehát kivételes esetekben és módon teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehetséges. Ezt mondja ki Magyarország alaptörvénye is, ebben a pillanatban is. Ezt mondta ki egyébként a korábbi alkotmányunk is. Ezt mondja ki egyébként az emberi jogok egyezménye is, amelyhez Magyarország nemzetközi szerződésben csatlakozott, amely ugyan úgy fogalmazza meg, hogy a tulajdon az tiszteletben kell tartani, a tulajdonát setől senkit nem lehet megfosztani. És kivételeket ír elő, de nem arra írja elő a kivételt, hogy meg lehet valakit fosztani a tulajdonától, hanem azokat a törvényi kereteket írja le a nemzetközi jog, az emberi jogok egyezménye és az uniós jog is, amely azt a kivételt biztosítja, hogy ha jövedelemre teszek szert, tehát ha valami, akkor a közhöz hozzá lehet és kell járulnom, és ehhez törvényeket kell alkotnom, és a törvényeknek a kifosztást még nem jelentő, tehát ugye még nem jelentően adótartalmakat, illetékeket lehet előírni, amivel hozzá kell járulnom a közjóhoz. Hogy ez nem jelenti a tulajdon kifosztását. De az, hogyha mind csak a kormány teljesen önhatalmulag, csak azért, hogy azt mondhassa, hogy ő most szociálisan érzékeny, az általam megszerzett tulajdont, amiután már megtettem az adókötelezettségeimet és egyebeket, azt mondja, hogy ezt a tulajdonomat adjam el veszteséggel. A veszteséggel való eladást azt nem lehet adóztatásnak tekinteni. Az adóztatás is jogsértő, az emberek kifosztását jelenti, ha nagyon nagy arányát képviseli a megszerzett jövedelemnek. Orbán Viktor például a reklám törvény kapcsán egy időben megpróbálta úgy az RTL klubra szabta egyébként az akkori jogszabályt, hogy 80%-os adót vetett ki a bevételére. Volt, ugye, a 80%-os adóról a Nemzetközi Bíróság azonnal kimondta, hogy az tulajdontól való megfosztást jelent. De gondoljátok el, hogyha valaminek a bevételéből 80%-os elvonás, ugye a részében, az kifosztás, akkor mit jelent az, hogyha nekem többet kell fizetnem érte? Tehát többért vásárolom. Nyilvánvalóan ebbe a kategóriába esik. És már amikor az étkezési jegyeknél, a szerencsejáték gépeknél hozott hasonló, mindig más megközelítésben Orbán Viktor rendelkezett, minden alkalommal a nemzetközi jogban veszített, és amikor ezzel szemben magyar vagy nemzetközi vállalatok nemzetközi bíróságokhoz fordultak, nem tudunk róla, mert a közmédia nem hozza nyilvánosságra,
100 és 100 milliárdos kártérítéseket kellett fizetni közpénzből Magyarországnak. Ezután is fog kelleni. Ezek a nagy nemzetközi láncok, ezeknek az az alapelve minden országban, hogy nagy kiterjedéssel a világ nagy piacai mindenhol jelen vannak, azért egyébként, hogyha például csak utaznak, mennek az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Unió állampolgárai, akkor mindenhol találkozzanak azzal a üzletlánccal, amit otthon megszoktak, a Spárral, a Lidl-vel, az Aldival, tehát hogy találkozzanak a Tesco-val, hogy találkozzanak ezekkel az üzletláncokkal, hogy ott is lássák, hogy jó helyen vannak, ha odahaza mindig ebben az üzletláncban vásárolnak, körülbelül hasonló minőséget, és nem nagy eltéréssel hasonló árakkal is találkoznak. Az Orbáni rendszer főrmentvénye tehát ebben a pillanatban is a jövőt tekintve 100 és 100 milliárdos közpénzből való jóvátételeket fogja kötelezni a nagy láncokat, mert ezek a láncoknak nem okoz problémát, különösen nem az anyacégeknek, abszolút nem okoz problémát, hogy bepereljék a magyar államot. Meg tudják tenni, és a pert teljesen nyilvánvalóan meg is nyerik. De ez a fajta gondolkodásnak az aljassága egyébként még nem is itt tetőzik. Már nagyon csúcson vagyunk, de még nem is itt tetőzik. Az igazán tetőzés az az Orbáni gyakorlat, hogy ilyenkor arról is jogszabályt alkot, hogy ki kell rakni az ajtóba, ki kell rakni az újságokba, de nem csak azt, hogy mi például az akciós, hanem majd meglátjátok, a végrehajtási szabályok még egy pici, még formálódnak, ha minden igaz, de azt kell kirakni, majd ott lesz a szövegben, hogy ez a rászorulók segítése az Orbáni kormány részéről. Tehát mintha az Orbáni kormány eleget tenne annak a kötelezettségének, aminek egyébként, ha ugyanezt Németországba tenné, a német kormány nyilvánvalóan eleget is tenne, hogy a kormány hozzájárul a közteherviselésből beszedett adókból, ezeket a rászorultsági alapon kialakított rendszerekben keletkezett károkat azonnal meg is térítené az üzletráncok számára. Akkor ugyanis megtehetné. És ezek a plakátok, ezek a megszólalások, ezek a jogalkotások, hogy hogyan kell kiírnod, hogy ez nem az áruház adja neked, miközben kizárólag az áruház adja neked, akivel ki kell írnia, hogy nem ő, hanem Orbán Viktor, és az Orbán Viktor NER kormánya, ha úgy tetszik, bűnszervezete, adja ezt a rászorultaknak, de soha nem adja. És hát van még egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban. Nem is rendelkezik megfelelő felkészültséggel ez a kormány ahhoz, hogy ha már gonosz, akkor a gonoszságát megfelelő módon tudja prezentálni. Ezért folyamatosan, mint ezt tapasztalhattuk a benzináraknál, tapasztalhatjuk ma is az árstopos termékeknél, nem tudja úgy megalkotni a gonoszságának a jogszabályát, hogy az infláció mérséklése helyett az infláció növekedését ne okozná. Márpedig azt okozza az árstoppos termékek, és ez a határozat is, ez a törvény is az infláció növekedését fogja okozni, és a legrászorultabbak számára további terheket fog jelenteni. Hiszen kizárólag e termékekből a vásárlásaival biztosan nem tudja vinni az életvitelét. Márpedig ebből egészen biztosan állított, hogy egy, az akciós termékek nem lesznek olcsóbbak, mint lettek volna a törvény nélkül. Kettő, teríteni fogják. Lesz az üzletláncoknak egy lehetősége arra, hogy azt tudják mondani, hogy ebből adódó veszteségek, mert kimutatják, hogy mondjuk ezen alkalommal mindig, ha 10%-os árengedményt kellett adniuk az előző nap legalacsonyabb árához képest, abban az esetben ez pontosan mennyit jelent ez a 10%, hát megvan a pénztárgépben, hogy mennyit adtak el belőle, mint ahogy ma is kimutatják az árstoppos termékeken való veszteségeiket. De azért nagy francok ám ők is. De hát ezt kell, hogy tegyék. A bűnözővel szemben valamit lépni kell. Nagy francok, mert ha megnézitek ugyanezen üzletláncoknak az éves nyereségeit, amelyek az elmúlt időszak magyarországi problémája adódóan jelentősen alacsonyabbnak kellene lennie, nem alacsonyabbak.
Nem alacsonyabbak, mert szét tudják teríteni. És amikor szétterítik, akkor abból indulnak ki, hogy mi lesz a legrosszabb verzió. Mi lesz a legrosszabb, amit ezen el tudnak veszíteni, és annak vagy annyit, vagy annak a kétszeresét szétterítik az összes többi árucikken. Ezért van általánosan kiemelkedő áremelkedés Magyarországon. Hallottam, olvastam a hozzászólásokat, meg a NER Média szívesen tesz ilyen megjegyzéseket, hogy Ausztriában vagy ott, ahol például én is vagyok, a legtöbb élelmiszer ma már olcsóbb, mint ugyanennek az áruháznak, a Magyarország áruházláncnak a magyarországi áruja. Az igaz, lehet, hogy olcsóbb 5%-kal, lehet, hogy olcsóbb 10-zel. De a közterhet, amit az állam elvon az élelmiszerekről, az 20%-kal kevesebb az élelmi láncnak, például Ausztriában, vagy Németországban, vagy Angliában. És mert 20%-kal kevesebb, ezért ha 10%-kal akár olcsóban is tudja adni, még mindig magasabb nyereségtartal rendelkezik. Nálunk ugyanis az Orbáni rendszer a legmagasabb áfát teszi rá, az 27%. De még rengeteg egyéb módon is végez elvonásokat, ezek ugyan az élelmiszer ránca, a kiskereskedelem rátett, mint egy 4,1%-os különadó, ahogyisek a Nébihnek az adótartalma, a élelmiszerbiztonsági láncra fizetett adótartalmak mind-mind magasabbak, és a valós költségek meghaladóak, mint Nyugat-Európa más országaiban. Ezért sokkal nagyobb az az állami adóbevétel, és ezért ez alapvetően nem igaz, hogy maga az áruházlánc az alapárát tekintve magasabb beszerzési ára teszi rá az adó elvonásokat, mint mondjuk Ausztriában, Németországban, Angliában vagy Franciaországban. Tehát ezekre a gondolatokra szerettem volna rámutatni, de hogy nagyon fontos, hogy mindenki számára, hogy értse meg, amikor a villanyszámláitokat, gázszámláitokat olvassátok, és ott van benne, hogy mennyi minden spóroltatok Orbán Viktor miatt, akkor egyrészt nem spóroltatok. Az elmúlt 11 néhány évben Magyarországon mindig drágább volt a rezsivédett áram ára és a gáz ára, mint annak kellett volna lennie, ha az Orbáni rendszer nem változtatja meg, úgymond nem határoz meg egy olyan rezsivédett árat, ami rezsidrágító ár. Volt egy rövid időszak, egy hisztéria, ami mindig előfordul 8-10 évente. Történnek olyan események, jelen pillanatban Orbán Viktor legjobb barátja Putyin elnök által elkövetett agresszió miatt, ami miatt megszaladt a világpiacon, pánik alakult ki, túllengett az energiaára. De az ma már visszament. Visszament mindenhol máshol. Nálunk azonban az elektromos energia árán az energiának a 80%-át Magyarországon állítottuk elő, ezért a bekerülési ára a rezsivédett árnak még mindig kevesebb volt. Még mindig kevesebb volt, mint az addigi rezsivédett ár. Ezért az ár megnövekedésének semmi indoka más nem volt, mint hogy harácsolni, lopás pénzalapot kívánt szerezni Orbán Viktor azon, hogy ráhárította a magyar társadalomra az árképzésben azt a világpiaci árat, ahonnan nem vásároltuk. Olajat, gázt, azt valóban onnan vásároltuk. Ott megnézte, hogy mikor volt ez meglehetősen drága. Ezen a drága áron beállította a magyarországi beszerzéseket, meg a számlázási árakat. Ezek az árak ma már sokkal olcsóbbak. Ma már a valós világpiaci árból adódóan a nyugat-európai országokban az árak sokkal kedvezőbbek. Az ár nem csak az átlagfogyasztásban, mert ugye amit Orbán Viktor átlagfogyasztása mond, az egyetlen a háztartások töredékére sem igaz, ugye? Több mint 60%-a még a háztartásokban is többet fizet, de a vállalkozásokon keresztül ott nem, és a vállalkozásoknak megállapított ár az 5-10-szeresére állapították meg, mint a lakossági árat, és ott valami egészen döbbenetes extra profitra tesz szert. De hát a vállalkozói kör árait az kifizeti meg. Hát ugyanúgy mi fizetjük meg. Tehát az egyéb vásárlásainkban mi a egészen biztosan állítható, közgazdaságilag egészen biztosan állítható, hogy az
ha az összes energia ránk terhelt költséget, amit a vállalkozások termékein keresztül, az élelmiszerárak mezőgazdasági termékein keresztül, meg az otthoni rezsinken keresztül fizetünk, az egész Európában a magyar állampolgárok fizetik hosszú idő óta a létező legnagyobb energiaárat Európában. Hát ez az Orbáni adakozás. De ennek most egy új példájával találunk szembe. És hát mintha nem akarok ötletet adni feltétlenül, vagy nem akarok ötletet adni a láncoknak, de nem kell hozzá, mert jó szakemberekkel rendelkeznek. Ráadásul egyetlen egy akciós terméken sem fog veszíteni, egészen biztosan egyetlen egy forintot sem, egyetlen egy élelmiszerlánc, mert ennek a buta rendeletnek, a butaságnak a kijátszása jogszerűen, az nem lehet olyan probléma. Tehát ennek a kijátszása az teljesen egyértelműen megoldható. Egészen biztos, hogy nem fogtok venni senki se, én sem közülünk senki. Egyetlen egy terméket sem úgy, hogy azon tényleges vesztesége legyen az élelmiszerláncoknak. Ez mit jelent? Drágában fogjuk megvenni, mint az Orbáni rendszer ezt a szabályt nem hozta volna életbe. De megint nap mint nap plakátokon és plakátokon, óriás plakátokon, bejárati ajtókon, számlákon, stb. Fogjátok olvasni és fogják olvasni az emberek, hogy milyen hihetetlen szociális érzékenységgel állt hozzá Orbán Viktor a magyar emberek és főleg a kispénzűeknek a problémáihoz. Miközben kifosztja őket. Kifosztja a rászorultakat is, és egyébként magával a rendelettel az eredeti célja szerint kifosztja azokat, akiket egyébként arra kötelez, hogy a tulajdonukat adják át másoknak, akár veszteséggel is. Hát ezt szerettem volna nektek elmondani a mai adásban, ha úgy gondoljátok, hogy egy picit elgondolkodtató volt, amit mondtam. Érdemes talán továbbadni. Adjátok tovább. Ha úgy gondoljátok, hogy ez itt egy ilyen adásban jobban van szakmailag megfogalmazva, akkor osszátok meg ezeket a bejátszásokat, hogy minél többen lássák. És ha mindig szeretnétek velem találkozni, megköszönni ezeket a napi híradókat, ha úgy tetszik, a nap híreinek a híradóit, akkor kövessétek az oldalt, ha eddig még nem tettétek. További szép napot kívánok mindenkinek. Most már kevés van hátra a vasárnapból, de a következő hetetek legyen egy nagyon szép hét, egy kreatív hét, egy sok boldogságot és örömet okozó hét. Köszönöm, hogy itt voltatok, szervusztok!